Shabash of Eden and me eats a gold. On a back in a sugar and a spun tranquil. On a back of Eden and ish me sabonol. Ish a guess ash to bell you glasol. Down. A háromnapos kínálatba sok minden belefért. A fesztiválra látogatók különféle stílusú koncerteken szórakozhattak. Emberek is jobban veszik azt, hogyha különböző stílusokat vegyítünk, így mindenki megtalálja a magának közel álló zenét. Ha valaki egy kicsit durvábbat akar, akkor meghallgatja a másik zenét, ha kicsit lajtosabbat akar, akkor nyilvánvalóan megtalálja azt is. A Rockfest tehát Dunaszerdahelyre, a Sikabonyi Reptérre költözött, ahol a szervezők nagyobb helyen és az eddigiektől eltérően már két színpaddal várták a közönséget. Egy fesztiválnak az a célja, hogy feljelődjön. Tehát nekünk is az volt a célunk, hogy nyilvánvalóan egy nagyobb helyre tudjunk költözni, ahol míg a nagy színpadon történik a rakodás, addig a kis színpadon szól a zene. A Rockfest közönségének ma már mintegy 30%-a érkezik más országokból, elsősorban Magyarországról. Természetesen a csallóközi rockrajongók is szép számban képviseltették magukat. A kedvenc fölépőm az a Leander Kiss, az első nap már volt, ő miattuk jöttem, főleg, és még a holnapi nap folyamán fogok még jönni a Road koncertre. Ez a 13. Rockfest igazán meglepett, mert tényleg nagyon jó bulit tudtak csinálni. Élvezem a retro és az újabb zenéket is, de így retro szinten magyar zenéből tényleg nagyon jót alkottak. A csalóköz nagyon sok részről jönnek az emberek, ugye? És itt van az a pont, ahol mink találkozhatunk, ugye az, akik a rockzenét hallgatnak, itt oszthassuk meg az élményeinket, és itt beszélgethetünk egymással. A magyarországi Magor együttes fellépése sem maradhatott ki a sorból, amely saját stílusát heavy metalcore-ként határozza meg. A banda 2007-ben alakult, és azóta nagy utat járt be. Folyamatosan tolódtunk egy kicsit dallamosabb irányba, több lett benne úgymond a klasszikus heavy metalos elem, ikergitár témák, több dallamos ének, de alapvetően nagyon szeretjük a kemény stílust, ez az egy közös bennünk, mert mindenki nagyon sokféle különböző zenét szeret, de a kemény zene az egy közös nevező, és ezért haladunk ezen az ösvényen. Ez egy réteg műfajnak számít, de úgy látjuk, hogy megvan a maga tábora, folyamatosan bővülünk, igyekszünk minél több emberhez eljutni. A fesztivál második napján a magyar rock legendái közé tartozó Karthágó is koncertet adott. Az együttes 1979-es megalakulása óta ugyanabban a felállásban játszik. A Karthágó tagjai örömmel veszik, hogy az élő zene az utóbbi időben ismét előtérbe került. Volt egy pár szűk esztendő, amikor egyeduralkodó vált a kompjúteres, programozott zene, de az emberek mindig visszatérnek azért egy hatalmas erő, hogy saját kezűleg valódi hangszerekkel játszik a zenekar. Van dobos, nem valami kompjúter puttyog a háttérben, hanem férfiak izzadnak komoly hangszerek mögött, és az énekes próbál ugrándozni is néha, ameddig a térde bírja.